A tavalyi tanév sportsikerei alapján a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium lett a legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézmény az általános iskolák versenyében. Közel 4000 intézmény közül került ki a Miskolc iskola, ahol ösztönzik és támogatják a diákságot a sportolásra. Az általános iskolások mellett a középiskolásokat is díjazták, abban a kategóriában 5. helyezést értek el a jezsusok. Diákolimpiai városi röplabda döntő a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. A hazaiak játszottak csütörtökön a hermanosokkal. A Jezsuita Gimnázium életében kiemelkedő szerepet kap a sportolás. Röplabda, futás vagy atlétika számos sportágban képviseltetik magukat. Lalik Petra az élen a 200 méteres síkfutáson. A 11-es diáklány 7 éve atletizál, hetente 5-ször edz. Tavaly svéd váltófutásban diákolimpiai második helyezést ért el a jezsuita csapatával, májusban pedig 400 méteres síkfutáson lett első helyezett. Azt mondja, támogató közösségben sportol. Én már sikerült részt vennem 2 darab Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon és Európa Bajnokságon is. Szeretném ezt a szintet, ezt a nemzetközi szereplést fenntartani, és ebben az évben rendeznek számomra egy világbajnokságot az én korosztályomnak, az U20-nak, és szívesen kijutnék Peruba. Kántor Benedek 7-es a jezsuitában, 5 éve öttusázik, előtte sokáig úszott. Tavaly 2 diákolimpiai megmérettetésen vett részt a jezsuita gimnázium színeiben. Az egyik atlétika sportágban, a másik mezei futás sportágban voltam. Mezei futásban diákolimpiai bajnok lettem, míg atlétikában 600 méteren indultam, és ott diákolimpiai bajnok második lettem. A kiemelkedő eredmények megtérültek. A tavalyi tanév sportsikerei alapján a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium lett a legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézmény az általános iskolák versenyében, míg középiskola kategóriában 5. helyezést értek el. Az intézménynek fontos, hogy támogassa a diákok sportteljesítményét, emellett ösztönzik őket a tanulásban is. Nálunk különösen kiemeltem, fontos, ha már vannak sportoló diákjaink, akkor fontos az, hogy ők tanulmányban is próbálják minden magasabb szintet elérni. Ezért egy jó tanuló, jó sportoló eszme az egy nagyon fontos tényező számunkra, és ezt létrehozni és fenntartani. És ennek eredményeként tavaly sikerült olyan szép eredményt elérnünk, hogy 22 jezsuitás diákunk lett Magyarország jó tanuló, jó sportolója, abban szerzett elismerést. Az iskola sportszakmai vezetője hozzátette, hosszú évek kitartó munkája és egy elhivatott testnevelői edzői gárda kellett ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő eredményeket érjenek el.